A megye legnagyobb beruházása lehet a következő húsz évben a nyírség vízgazdálkodásának fejlesztése. A projekt tervezése idén kezdődhet el. Sürgető feladatról van szó, hiszen a klímaváltozás következményeként egyre súlyosabb problémát jelent a térségben a vízhiány. Hogy mi minden valósulhat majd meg a kivitelezés során, arra is választ kaphatnak, ha megnézik a mai 35 percet, további témáinkat is mutatjuk rögtön. Jó estét kívánok! Gyermekek oltása, december óta már az 5-11 évesek is megkaphatják a vakcinát. Vízpótlás a térségben, sürgető feladat a nyírségvízenlátásának megoldása. Megyei primadíjasok, mesteredző is a kitüntetettek között volt a legutóbbi gálán. Magyarországon is terjed a koronavírus omikron variánsa. Január elején újabb oltási akció kezdődött. A hónapban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombatonként ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet kérni az oltást a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Közben folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpont foglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is. Köszöntöm a stúdióban dr. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvost, jó estét kívánok! Ez egy sokolom, és üdvözlöm a kedves nézőket is! Főorvos úr, mi a tapasztalat? Mennyire nyitottak a szülők a gyermekek oltásával a kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak, és sajnos a szülők egy része annak az okán nyitott, hogy megértette ezt a problémát, a súlyát, hogy nem áll meg a felnőtt szinten ez a fertőzés, hanem le fog csurgani a gyermekek felé, sőt még az öt év alattiakat is érinti, és azok hamarabb jelenkeztek is, még mielőtt ez az oltási lehetőség megadott volt. Ugyanakkor meg szomorúan kell azt mondanom, hogy a legnagyobb motiváció mégis az, amikor direkt azonosulnak a problémával. Teszem azt a szomszéd, az osztály valamelyik társa, komoly beteg, súlyos beteg, esetleg végzetes, és az föl tudja pörgetni ezt. De messze vagyunk még attól, hogy hogy ez nagy számú legyen, ez az érdeklődés. A ennek a korosztálynak körülbelül 650 ezer gyerek tartozik ide. Az 5-11 éveseknél? Igen, az 5-11 éveseknél, és hát egy jó tíz százaléka, aki fölvette. Igaz, hogy ez két hónapja zajlik, én egy... magam is uh -huh. oltok, és azt gondolom, hogy, hogy a, a, a másik komoly indíték a az a harmonikus orvosbeteg kapcsolat, ahol, ahol nem, nem a Facebookon tájékozódnak, hanem van egy bizalmi kapcsolat az orvoshoz, és ha meggyőzi, vagy ha az orvos ezt ajánlja, akkor ez automatikusan működik. Megértjük a szülői aggodalmakat, de ez az egyetlen út van a gyerekek védelme irányába is. A 12-18 éves korosztályban viszont már több hónapos tapasztalat van, hiszen van. ott már nyáron ez elkezdődött. Ott mi a helyzet? Ott egy jobb a helyzet, ugye Ugye a gyermekorvosok többsége iskolaorvos is, ott is az állam révén az iskolában is oltottunk, és ugye ők ugyanazt a dózisú vakcinát kapják, mint a felnőttek, ott sokkal nagyobb az átoltottság, és, és arányaiban nem tudom, de én szerintem több mint 50 százalék ez a korosztály. Most megint ugyanaz a helyzet, mint amit az előbb mondtam, hogy hogy itt az omikron berobbanásával, ami egy ilyen exponenciális terjedést jelent, sajnos itt egy két héten belül mindenki el fogja kapni ezt a vírust, aki, aki nem védett, és az iskolásoknak az a része, akik nem kapták meg, az már tömegesen jelenkezik betegként sajnos. De Sokkal több a védett természetesen a korábbi akciókkal, és ezt folyamatosan csináljuk. Én magam ezt egy fél éve csinálom a rendelőmbe, ahol sokkal rugalmasabban meg lehet tenni, meg hivatkozva az előbbi bizalmi kapcsolatra, ez működik is. Minden esetre a, ez a bizonyos oltási akció a 12-18 éves korosztályra is érvényes. Tehát ők is előzetes regisztráció nélkül mehetnek oltópontokra. Így van, így van, meg az alapellátó orvos is fölkeresheti, ott meg még ügyesebben meg lehet ezt szervezni. Igen, ott, ott nyilván hétközben így tudják van. ezt megoldani, hétvégén viszont lehet oltópontokra menni. Az 5-11 éves korosztály még nem tud ebben az oltási akcióban részt venni, őt ott előzetes regisztráció történik most, úgy tudom. Hát az oltási pontokon, de, de nálunk az alapellátáson, ez másként működik. Működik, ott egy újabb lapot töltenek ki a kedves szülők, ami egyenértékű a regisztrációval, tehát nem kell otthon hát, keresgetni egy különleges e-mailt, hanem az alapellátó orvosan egy ilyen szándéknyilatkozatot kitölt, és akkor ezt a, mi beküldjük a régi néven ANTS intézményében, és ők pedig fölviszik arra a platformra, ahol kell, mi magunk megregisztráljuk, és a EST-nek nevezett felhő alapú rögzítés megtörténik természetesen. Tehát mégis azt mondom, hogy ahol városban ugye ott a gyermekorvosok dolgoznak a, a városok többségében, ott kell elsősorban a kicsiket beoltani, sokkal egyszerűbb, de a kórház is végzi ezt a munkát. Ugye akkor, amikor berobbant, amikor egyáltalán elindult a koronavírus, nagyon az volt a kommunikáció, illetve úgy tűnt, hogy a gyerekekre ez nem veszélyes, ez a, ez a koronavírus enyhe lefolyással, vagy akár tünetmentesen megúszszák ezt a betegséget. Talán pont ez az egyik ellenérv azok számára, akik oltá, az oltásban nem bíznak, vagy nem szeretnék az oltást. Elég sokat tévhit e, e körül, a, a téma körül. A, a tapasztalata szerint mennyire lehet kockázatos ez a vírus, vagy egyáltalán a vírus mutánsai, ezek a variánsok, amik eddig fölmerültek? Milyen súlyosabb problémát tud okozni gyerekek körében? Azt kell tudni, hogy ez a vírus egy ártalmatlan valami, még csak élőlének sem tudjuk mondani, mert csak egy DNS vagy RNS-ből áll, ez az utóbbi RNS-ből, és egy fehérje, burokból. Ennek az a tulajdonsága, hogy bemegy a szervezetbe, elkezdi önmagát szaporítani, és a sejteket elpusztítja. Na de az nem nézi meg, hogy az gyerek vagy felnőtt. És addig, míg nagy fogékony felnőttek tömkelege volt, akkor azokat láttuk, hogy fertőződnek, meg ott voltak a súlyos esetek meggyőződésem, mindig is voltak gyerekek betegek, csak, csak ugye most a felnőttek egy jó része már védett, és látjuk a védtelen gyerekeket, hogy azok meg, meg, megvannak a diagnosztikus kritériumok, a diagnosztikai lehetősége, hogy egyre több, nagyon sok gyermek beteg. De a a tévhitek sajnos megzavarják az embereket. Egyrészt az, hogy nem lehet azt mondani, hogy a gyermekeket ugyan mellőzzük ezt, mert ugye ott úgyis enyhe. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy milyen állapotba találja az a vírus azt a szervezetet, a gyermek is lehet olyan genetikai adottságokkal, éppen most a lengyelek fedezték fel, hogy bizonyos genetikai adottságok predisztinálják egy-egy embert, hogy ott súlyos lefolyás, sajnos ezt nem tudjuk. A, a tudomány is tanulja ezt a ezt az új vírust, meg annak a hatását, de a gyermekeket is érinti, és meggyőződésem, hogy mindig többet fogunk róla tudni, és azt gondolom, hogy az a szerencsés a szülők részéről, ha hiteles információkról tájékozódnak, és azt mondom, hogy egyáltalán nem erről van szó, hogy a gyerekeknek enyhe meg nem, a tapasztalat az, de sajnos azt kell mondjam, hogy nem mindegy, hogy egy gyermeket vagy felnőttet egy vírusfertőzés éri el, és abból úgymond kigyógyul, vagy el sem kapja ezt a betegséget, mert ha már beleköltözött ez a vírus, no akkor jönnek a lehetőségek, hogy post-covid két hét, egy hónap, öt év, nem tudjuk a távlatokat. Tehát jobb, ha el sem kapja, ezért én azt mondom, hogy a gyermekek védelmébe abban ne, ne ámítsa senki magát, hogy a gyermek az nem számít. Én magam részéről örülnék, ha még lentébb vinnénk ezt a korhatárt, és van is a világban már ilyen szándék, hogy, hogy csak ez az oltások révén tudjuk megvédeni a gyermeket, és arra meg nem szabad appellálni, hogy ők ugyan már csak kettőt szentenek és kész. Tehát ez biztos, hogy nagy tévhit. Minden mellett január közepén járunk, és kopogtat az influenza is, vagy kopogtat hat. Így 6. van. Hogyan tud ez a két vírus egymással Igen. működni, vagy vagy... Igen, a, igen, a, igen. Na, értem a kérdést, és már ugye egy új nevet is találtak ennek, De. amikor a influenzát és a koronavírust egyben mossák, holott ez nem egy vírus. De ezek nem is tudnak egymáshoz kapcsolódni, hanem azt kell tudni, hogy a tavalyi nagyon komoly védekezés folytán szinte uh -huh. nem is találkoztunk influenzavírusos vírusos beteggel, mert megmondom őszintén, úgy láttam, hogy sokkal komolyabban vették az emberek a védekezést, és ha nem tud terjedni, ugye cseppfertőzéssel terjed elsősorban mind a két betegség, akkor ugye nem tud a, az influenza vírus sem terjedni. Ö, nem marad ez sokáig, és most már úgy is látom, hogy országosan is egyre szaporodnak az influenza beteg, influenzás betegek, és azt kell mondjam, hogy, hogy ez a kettő együtt nagy problémát jelent. Miért? Azért, mert az influenzavírus ha megtámadja a szervezetet, az a légúti fertőzés folytán azt mondanám, hogy mintha megnyitná az utat egy más kórokozó, Befogadó úgy baktériumok, meg más vírusok felé is, nem beszélve arról, hogy legyengül a szervezet. Tehát ez a kettő együtt, ez ez egy kemény dió lenne, és azért is biztatnám mindenkit, hogy már a nagyon régen, nagyon bevált, tehát itt nem lehet arra hivatkozni, hogy, hogy egy új védőoltás, bevált védőoltásokat fölvegyék, amit szinte egy időben, azon a nap föl lehet venni, ez az egyetlen lehetőség, és még nem vagyunk nyugodtak az influenza vonatkozásában, mert mindig január vége, február eleje van, amikor még később, és Isten őrizzen, valami új variás legyen ott is. Tehát az egy veszélyes együttállás, még nem tudjuk, hogy hova megy ki, de a védekezés, és amit szeretnék nagyon hangsúlyozni, az egyéni védekezésnek egyre nagyobb szerepe. Lehet itt akármilyen központi intézkedést hozni, ha az egyén vigyáz magára, és oda megfelelő maszk kell, megfelelő és feltételek, kerülni a tömegeket, amikor csak lehet. Ha nem írják azt elő, attól én még egyén megtehetem. Magamra. Csak ezzel lehet előbbre lépni. Fölgözőr, köszönjük szépen a tanácsait. Történelmi jelentőségű kormányhatározat született december elején, amely a következő egy-két évtizedben meghatározhatja a megye fejlődését. Közel 3 milliárd forintból idén elkezdődhet a nyírség vízgazdálkodásának fejlesztése, amely azért sürgető feladat, mert a klímaváltozás következményeként egyre súlyosabb problémát jelent a vízhiány a térségben a kivitelezés során vízpótlás és visszatartás, a csatornahálózat bővítése és új víztározók építése valósulhat meg. Vannak víztározók, amelyek már 5-6 éve üresen állnak a térségben, a csatornák többsége pedig évről évre kiszárad nyár közepére. A vízhiány évek óta gond a felső Tisza vidéken, a legsúlyosabban nyírségben a helyzet. Folyamatosan csökkennek, ugyanis a vízszintek egyre kevesebb csapadék esik, miközben a párolgás mértéke jelentősen növekedik. Régi tervennek a problémának a megoldása. Legalább tíz éves törekvésünk, hogy felhívjuk a döntéshozók a kormány figyelmét arra, hogy milyen probléma van a nyírségben. Ez a helyvízügyi szakemberek előtt régóta ismert probléma, illetve meg a megoldásra váró feladat. A mai Magyarország területén a nyírség a leginkább az időjárási szélségeknek kitett terület. Ebben közreműködik az is nyilvánvalóan, hogy a vízhasználatása nem megfelelő a, 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 ennek a homokhátságnak, hiszen itt is egy homokhátsági területről van szó, ide pótlagos vizet kell vezetni. Erre nyújthat megoldást az a terv, amely a következő két évben készülhet el 2,8 milliárd forintból egy közelmúltban született tanulmány alapján. Az erről szóló kormányhatározat december elején jelent meg. A tervezés idén a kivitelezés pedig ezt követően várhatóan 2023-ban indulhat el, mint egy 2000 négyzetkilométeres területen. A megvalósítás több tíz, akár 100 milliárd forintos is lehet, és a megye legnagyobb beruházása lehet a következő, mint egy húsz évben. Köszöntöm a stúdióban Illés Lajosta, a projekt tervezéséért felelős cég ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét. És mindenek előtt tisztázok, hogy ez a 3 milliárd forint, ez nem maga a projekt, hanem a projekt tervezése. Jó Lát lenne, hogy azért. ennyiből megépíthető lenne, de ez valóban csak a tervezési munkákról, annak a finanszírozásáról szól ez a jön által megnevezett összeg. Elhangzott, hogy készült egy tanulmány. A térség vízgazdálkodásának, vízkészletének felméréséről, és egyáltalán a vízellátási helyzet felméréséről. Mi az, amit tartalmazott ez a tanulmány, mi az, amire alapozni tudják magát a tervezést, mik a főbb pillérek? Az, hogy a nyírségben a vízgazdálkodással problémák annak, az nem mai keletű felismerés. 15-20 éve megjelentek már azok a jelek, amelyek erre utaltak és különböző ö, előzetes vizsgálatok, elemzések az elmúlt 10-15 évben is történtek. 2020-ban ezeket a vizsgálatokat is látva az Agrár és a Belügyminisztérium együttműködésében ö, az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából cégünk készített egy olyan tanulmányt, amely újból elemezte a helyzetet, pontosította a, a körülményeket, illetve ö, Frissítette azokat az előzetes elképzeléseket, amelyek az elmúlt 10-15 évben megszülettek, és ez tartalmazza tulajdonképpen az a tanulmány, ami 2021 elejére, 21 elejére készült el, és majd ezt követően, miután ez elkészült, széleskörű szakmai vitára került sor, megismerték a, a tartalmát az érintett minisztériumok, azok a szervek, amelyeknek közük van ez a témához, észrevételeket, javaslatokat tettek, ezt után pedig megtörtént ennek a koncepciónak a véglegesítése, ami alapját képezte annak a kormányhatározatnak, ami tavaly decemberében született meg. Azért az elmúlt 20-25 évben is történtek itt fejlesztések a vízgazdálkodás területén. Ezek a beruházások ugye elkészült több víztározó belvízelvezetéssel foglalkoztak, tehát hogy ez, a, ami eddig megvalósult, az mennyire tud alap lenni ahhoz, ami most majd a tervezőasztalra kerül. Hát az elmúlt 10-15 évben a megyében valóban számos jelentős vízgazdálkodási, árvízvédelmi beavatkozás tervezi, megtervezésére és kivettelezésére került sor. Ezek azonban nem a nyírség területét érintik, hanem a berekben a szamos közén, a Tiszatúr közén valósultak meg, illetve a túloldalon, a Bodrogi térségben. Tehát ezek, ezek ennek a térségnek a vízgazdálkodás és helyzetének a javítása az nem tudnak hozzájárulni. Mi az, ami most meg fog valósulni várhatóan? Hát a projekt területe, ez a nyírség, az Északnyírségnek nevezett terület. Ugye a nyírség az egy, homoká, egy, egy, hátsági terület, hasonlóan a, a Dunatiszaközi homokátsághoz, ennek ugye több rész tájegysége van, ugye északnyírség, délnyírség, keletnyírség. Ez a projekt tervezési munka, ez az északnyírségi területre terjed ki, ez tulajdonképpen a nyírségnek az a része, ami a ahonnan a vizek a Lónyai Főcsatorna vízgyűjtőjébe folynak. Körülbelül 2000 2100 négyzetkilométeres területű 40-41 település található rajta, és több mint 260 270 ezer lakos él itt a, a homok, tehát a hátsági területre jellemző az, hogy a környezetéből 50-100 méteres mértékig kiemelkedik, tehát egyfajta ilyen kisebb domságot képvisel, mert természetesen ez dombságnak a nyisztség nem nevezhető, de mégiscsak 50-100 méterrel magasabban van, mint a környező alfordi területek. Erre a területre terjed ki ez a tervezési munka, de tekintettel leszünk a műszaki paraméterek meghatározása során arra, hogy a későbbiekben, közép vagy hosszú távon a keletnyíri térségbe, tehát nagy Fábián Fábiá, Csahó és a többi térségébe, illetve a Hajdú megyé részre eső nyírségi területekre is eljutasson a víz egy következő fázisban. Mi a koncepciója a tervnek? A terv tulajdonképpen öt ö, elemet, öt lényeges elemet tartalmaz, amely mindegyike arra irányul, hogy a felbrót vízszáztartási egyensúlyt, amiről itt említést tett részben az asszály, részben a víziek túlhasználata miatt keletkezett, ennek, a, ennek az egyensúlynak a helye, helyreállítását szolgálja. A leglényegesebb eleme és új újszerű eleme tulajdonképpen a korábbi itt a nyírségben elvégzett vízgazdálkodási beavatkozásokhoz képest, hogy vizet juttat a Tiszából ebbe a, a nyírségi dombságére, tehát a hátsági területre, valahol nyilván pontos meg helyét még nem tudtuk meg, nem határoztuk meg ez a közeljövő feladata, vásárosnamény alatt a Tiszából indulna, egy, történne egy vízkivétel, egy két-három köbméter per szekundumos, tehát jelentős mennyiségű, és közel 100 kilométeres egy vagy két távvezetéken keresztül ez a víz nyilván többszöri ö, átemeléssel eljutna a nyírség ö, legmagasabb területeire, a vízválasztójára, és onnan pedig a jelenleg meglévő, az elmúlt évtizedekben kialakult vízállózaton keresztül jutat le a víz a különböző területeire. Tehát ez az egyik ö, ö, eleme, és talán a legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy a vízzel lokszerűen tudjunk majd gazdálkodni, tehát a viszonylag nem olcsón ide juttatott vízzel, ehhez további víztározók építésére van szükség. A projekt keretében elsőnek nekifutása 11 új víztározó helyét jelöltük ki, és fog elkezdődni ennek a tervezése. Tehát a meglévő hét, nyírségben meglévő hét, a korábbi évtizedekben megvalósult hét víztározó túl, további 11, tehát összesen közel 20 víztározó fog üzemelni a projekt végén. Ez a második eleme. A harmadik, hogy valamilyen mértékű vizek a nyírségben is keletkeznek helyszínen, mi azt szeretnénk, hogy ezeket a vizeket ne elvezessük a területről, hanem megtartsuk. 250-300 olyan helyet jelöltünk ki, ahol erre jó lehetőségek vannak. Ez is egy további 10-15 millió, tehát nem jelentéktelen mennyiségű víz betározására lenne alkalmas. Ennek a célja kettős. Egyrészt ezeken a területeken, amelyek alkalmasak ilyen víz visszatartásra, a korábbi egy-másfél évszázadban ugye olyan vizes élőhelyek voltak, alakultak ki, amelyek a nyírség ökológiai értékét, természet értékét növelik, azzal, hogy itt megtartanánk, megtartjuk a vizet ezeknek a természet értékeknek a revitalizációját újra, teremtődését segítenénk elő, másrészt pedig innen a vizek egy része a talajvízbe, illetve tovább a rétegvizek irányába is tudnak tovább beszivárogni, és ezzel valamilyen mértékben le tudjuk lassítani, vagy megállítani a talajvízszintek, illetve a rétegvízszinteknek a jelenleg megfigyelhető csökkenését. Ez utóbbi azért lényeges, már mint a rétegvizek szintjének a megőrzése, illetve növelése, mert a térség szinte minden települése innen kapja a, az ivóvizét, tehát ennek a megőrzése pedig gondolom, hogy nem szolgál magyarázatra, hogy miért fontos. Megle meglehetősen komplex, tehát ez a munka eh, sokféle eh, ág vagy munka területtel, akár az ingatlanok eh, tulajdonjogát tekintve, vagy egyáltalán a monitoring eh, munka ez a jelentős rész. Igen. Valóban egy eh, nagy térségnek, viszonylag nagy térségre kiterjedő, sok tulajdonost is érintő eh, projektről van szó. Összeszámoltuk előzetesen, mint egy 5-6 ezer olyan ingatlanról van szó, amely valamilyen formában érintett lehet lesz a projekt által. Tehát nagyon fontos az ennek kapcsán, és így is tervezzük, terveztük, végeztük hasonló nagyságrendű projektek esetében az országban máshol, több fordulós konzultációs sorozatot kezdeménye, tájékoztató is, és konzultációs sorozatot kezdeményezünk a településekkel, ugye a 41 néhány településsel, annak a testületeivel, az gazdálkodói gazdálkodó szervekkel és magával az érdeklődő lakossággal is azért, hogy figyelembe tudjuk venni azokat a véleményeket, elképzések, javaslatokat, amelyeket a projekt valamilyen módon be tudja építeni majd a végleges változatába. Már csak egyetlen rövid kérdésem maradt, mikor indulhat ez a projekt, mikorra készülnek el a tervek? Hát ugye most kezdtük el az év elején a tervezési munkát, tavaly decemberben írtuk alá az Országos Vízügyi Főigazgatósággal az erről szóló tervezési projekt előkészítési szerződést. Hát az engedélyezési folyamatokat is beszámítva is igen jelentős engedélyezési eljárásokra kell sort kerítenünk. Jövő végére vállaltuk azt, hogy egyrészt elkészülnek a műszaki tervek, illetve megszerezzük azokat az engedélyeket, amelyek a kivitelezés elkezdéséhez szükségesek, majd pedig a tervezési folyamat zárásaként a feladatunk az, hogy Azokat a tender dokumentációkat is előkészítsük, amelyek már a kivitelezési közbeszerzések megalapozását szolgálják. Tehát ez váratlan, sőt, biztos vagyok benne, hogy jövő végig el fognak készülni. Ez teremti meg a lehetőségét annak, hogy 2024-től, hát én gondolom, hogy legalább három év szükségeltetik arra, hogyha ez a, Mondjuk, hogy projekt, a projekt. E, 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 nagyságrendjét is nézzük, hogy ez megvalósuljon. Tehát 2026-27 magassága, én azt gondolom, hogy megjelent a nyírségben is a tiszaűhíz. Azt gondolom, hogy fogunk még erről beszélni, és Lajos. Köszönjük Biztos szépen, vagyok hogy befáradt a Én Köszönöm. 15. alkalommal adták át a megyei Prima-díjakat tavaly novemberben. A pénzbeli elismeréssel járó címet dr. Serafín László hematológus főorvos, a bürkös zenekar és Vajda Tamás úszómesteredző érdemeltek ki. Utóbbit a magyar sport kategóriájában jelölték. A szakember olyan világszinten is ismert úszókkal foglalkozott, mint Szabó Tünde, Kovács Rita és Ristovéva. Újra itt, és olyan jó újra itt lenni. 2020-ban elmaradt és tavaly is gondolkodtak a Prima a megrendezésén a romló járványhelyzet miatt. Végül, ha szűkebb körben is, de november végén megtartották, a megyei díjakat még 2005-ben hozták létre az országos Prima Primissima díj mintájára, azzal a célra, hogy a vállalkozók elismerjék minden megye kiválóságait, akik munkásságukkal példát állíthatnak a fiatalok elé. A Szabolcs megyei díjat fennállása óta 42-en vehették már át ez a sor bővőt most újabb szakemberekkel. 2021-ben összesen több mint 30 jelölt volt a 10 állandó kategóriában, közülük került ki a három díjazott és a két külön díjas. Előbbiek fejenként 1 millió, utóbbiak 250 ezer forintot kaptak az elismerés mellé. Köszöntöm a stúdióban Vajda Tamás Mesteredzőt, a Nyíregyházi Egyetem docensét és tegeződni fogunk elnézést kérek, de annyira régóta ismerjük egymást, hogy furcsa lenne más formában beszélgetni. Szívből gratulálok a díjhoz. Tamás, egy picit beszélnél a pályád indítatásáról? Hogyan kerültél te erre a pályára? Tulajdonképpen a főiskola alatt szerettem meg ennyire az úszást, hogy nagy affinitást éreztem iránta, és végigjárva a ranglétrát, segédedzői papírt szereztem, később középfokú edzői papírt, majd szakedzői papírt az egyetemi tanulmányaim, tanári tanulmányaim mellett, és 82-ben bekapcsolódtam a, akkor még a Nyíregyházi Vasúta Sportklub úszó szakosztályának a munkájába. Mit tekintesz a pályád legnagyobb sikereinek? Mik voltak azok a pontok vagy dátumok? Tulajdonképpen nyilván itt először ugye a felnőtt világversenyeket kell, utána pedig az utánpótlás korúaknál az ifjúsági Európa bajnoki versenyeket kell figyelembe venni. Először is Szabó Tündének az olimpiai világ és Európa bajnoki ezüstérmeit, utána jött Kovács akinek világbajnoki ezüstérme, több Európa bajnoki aranyérme, ezüstérme, bronzérme, 16 világkupa győzelme, később Ristovéva, a londoni olimpia előtt az ő felkészítése, és az ifjúsági Európa bajnoki vonalon rajtuk kívül Pécsi Anetnek, majd Szána Zsombornak a érmei az ifjúsági Európa bajnokságokon, és utána innen már ugye a magyar bajnoki, korosztályos és felnőtt bajnoki érmek, tehát tulajdonképpen ez a kategória, rangsor, ahonnan lehet ezeket a eredményeket számítani, illetve az, hogy négy olimpián voltak versenyzőim, azért vidéki edzői viszonylagban ez sem olyan uh, sűrűn fordul elő, és más számos rövidpályás uh, bajnoki eredmények is természetesen. Az elmúlt évtizedekben nagyon nagy fejlődésen, változáson ment keresztül, uh, nyilván az egész világ, de ezek a technikai fejlődések az úszó sportra is hatással voltak. Mi, mi az, ami a legnagyobb változást hozta? Nagyon sok minden megváltozott. Fiatal edző kollégáim, ha azok a feltételek között kellene dolgozniuk most, akkor hát elég nehéz dolguk lenne. Rengeteg szabálymódosítás történt azóta. Nyilvánvaló alkalmazkodtak a médiának a ö, törekvéseihez. Utána olyan az oktatástechnikai és a digitális számítógépes fejlődéssel együtt olyan elemző rendszerek léptek életbe, hogy most már minden úszónak a víz alatti, víz technikáját szinte a biomechanikusoknak a kidolgozott legtökéletesebb technikai elméletéhez lehet összehasonlítani. Olyan korszerű eszközök, amik az edzéseken nehezítik az úszónak az előrehaladását a vízben, tehát tulajdonképpen erősítik is ezzel olyan idő és térbeli képelemző rendszer, hogy szinte 5 méterenként meg tudják határozni most már az úszónak a sebességét, hol vannak az erős pontjai, hol vannak a gyenge pontjai, hogy rajtól milyen gyorsan rajtól milyen a reakció képessége, tehát olyan sok mindent lehetne felsorolni, hogy hogy borzasztó, hát nekünk annak idején igazából csak a stopperóra volt, meg a fűrész, meg Nem a fúró, hogy ugye mi gyártottuk tündéknek ezeket az eszközöket kollégáimmal. Hát nagyot fejlődött a világ, de nagyot fejlődtek az eredmények is ennek hatására. Ez a fejlődés, ez a egyházi Egyetem oktatási szintjén is működik, tehát ott is tudjátok ezeket beépíteni már az oktatásban? Tulajdonképpen az egyetemi munkám, az oktatás, az szinte párhuzamosan haladt az edzői munkámmal, és ez mindig nagyon jó volt, hogy a legújabb irányzatokról mindig tudtam a hallgatóknak beszélni, illetve a, a trendeket elmondani. Nyilván ezek az eszközök olyan drágák, hogy Magyarországon is alig-alig van, vagy, vagy van, ami nincs is, természetesen, de azért nagyon jó, hogyha a hallgatók tudják, hogy létezik, van, így lehet felkészülni Nyilván videókat tudok is mutatni róla, és most, hogy az edzőképzés elindult nálunk, két évvel ezelőtt, most már a harmadik lesz nyáron, amikor kimegy az, az az első hallgatói csoport, ott meg különösen jó, hogy ezekről már be tudok számolni nekik. Sporttudományok tekintetében hol áll a Nyíregyházi Egyetem az országban? Nagyon büszke vagyok rá, hogy a sporttudományok területén, illetve a testnevelő tanárképzés, edzőképzés tekintetében nagyon jó hírnevünk van. Úgyhogy akárhová mennek a hallgatóink, mindig nagyon jó pozitív visszajelzést kapnak az iskolák igazgatóitól, illetve nagyon sokszor volt olyan, hogy egyetemet váltottak a hallgatóink, átmentek valamilyen ok miatt másik egyetemre, akkor pedig utána, amikor találkoztunk, visszajöttek, beszélgettünk, akkor azt mondták, hogy, hogy soha nem volt gondjuk az ottani követelményekkel, mert mindenből nagyon megállták a helyüket. Tamás, egyetlen utolsó kérdés. Ha egy belegondolsz a pályádnak a sikerét, minek köszönhetted elsősorban? Mi az a tulajdonság vagy képesség, amit téged egy ilyen pályára tudott rakni? Többször megkérdezték ezt, és sokat gondolkozom én is ezen. Ha visszagondolok a legelejére, a pályám kezdetére, akkor azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon érdeklődő voltam. Tehát, hogy én az edzések között könyvtárban voltam, különböző szakirodalmakat, anatómia, élettan, biomechanika, nyilván szakmai folyóiratokat is böngésztem. Nagyon-nagyon kíváncsi voltam, a, akkor a két vezető Magyar edzők Kislászló és Szécsi Tamással sokat konzultáltam, voltam fent a Spartakusznál a versenyzőimmel, edzőtáborba. Aztán később, mikor tíz évig az olimpiai úszócsapat edzője voltam, Tündével, akkor Szécsi Tamással nagyon sokat konzultáltam. Tehát az egyik, ez úgy gondolom maga az érdeklődés. A harmadik az, hogy nagyon élveztem azt, hogy a versenyzőim fejlődnek. Tehát uh, annyira jó volt az, hogy dolgozunk, dolgozunk, mm. látom a fejlődést, tudok nekik segíteni, ez borzasztóan motivált. És nagyon sok energiát adott, igen. Hát ez ez a meg. második, másik mm -hmm. olyan dolog volt. A harmadik olyan dolog, ami, ami meg az egész ember érdekelt belőlük. Tehát, hogy nálam mindig nagy baj volt, hogyha bizonyítvány nem olyan volt, ami nekem is tetszett. És, uh, és azon a téren is próbáltam őket irányírgatni, hisz a sport egy időn túl már ugye befejeződik, na, tudjuk nagyon jól. És büszkeség is ezt mondanom, hogy a tanítványaimnak a zöme, vagy nagy része megállt az életben is a helyét, és hát ugye tudjuk jól, hogy Tünde, aki a sportban is az egyik legeredményesebb tanítványom volt, ugye most államtitkár, Országgyűlési képviselő, erre is nagyon büszke vagyok. Rita ugye az edzőségben találta meg a helyét Pécsen, hát Norvégiába edzősködik, tehát hogy sorolhatnám minden olyan, szép, nem csak szép a eredményes úszót, tudnag. hanem mm -hmm. akik valami miatt nem tudtak ilyen nemzetközi sikerre térni, de ha találkozunk, beszélünk, akkor megkérdezem, akkor az élet más területén nagyon-nagyon hatékonyan tudnak dolgozni. Ehhez is szívből gratulálok, és még további jó néhány évtizedre ugyanezt a nyitottságot kívánom. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, közönjük figyelmüket. Mai műsorunk ezzel a végére ért. A szerdai 35 percben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert látjuk vendégül a Viszontlátásra.